25 lelkes futó indult el a közös, frissítő sportolásra szombaton reggel az első matkai pusztafutáson, a település sportpályájánál. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokon indulhattak, érkeztek sportolók matkorról és a környező településekről is. A legfiatalabb futó 5 éves volt. A frissítő sportoláshoz Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is csatlakozott. A közösségépítő megmozdulást Dinny és Noémi és Nagyonna szervezte a Matkói Sportklub és a polgárőrök segítségével. Bár ez volt az első pusztafutás, a település lakosainak nem olyan közös sport, hiszen már számtalanszor tartottak Matkó 24-et a biciklizni szeretőknek. Nagyonna kiemelte, hogy a szombati futás nem verseny volt, mivel a cél a sport népszerűsítése. A reggeli sport után focival, közös főzéssel, a legkisebbeknek pedig játékos foglalkozásokkal készültek a szervezők a Matkai Közösségi Ház területén.